Budapest világváros, és egy világvárosnak dukál a csillogás, a fény is. Persze nem mindegy, hogy a pompa mennyire környezetbarát. A régi higany gőzlámpákat nagynyomású nátrium gőzlámpák váltották fel. Ezek az új lámpatestek energiatakarékosak, kevésbé károsak a környezetre, és nagyobb fényt biztosítanak, mint az eddigiek. A lámpatestek annyiban mások a korábban megszokottól, hogy a régi egy nagy energiafogyasztású, hagyományos, nem környezetbarát lámpa volt. Az új lámpák energiatakarékosak, a környezetet jobban kímélik, mert csak oda jut fény, ahova szükséges, tehát a fényszennyezést elkerüljük. Így nem juttatunk a horizont síkja fölé fényt. Azzal is a környezetvédelmet szolgáljuk, hogy jelentős energiamegtakarítást értünk el. Több mint 1 megawatt teljesítmény megtermelését nem kell elvégezni. Ez éves fogyasztásban annyit jelent, mint egy 1000 lakásos lakótelep villamos energiafogyasztása, hogy ennyi energiának a megtermelése nagy szénmonoxid kibocsátása a környezetszennyezésre jár. Ettől mentesül a világ és környezetünk. Ilyenkor ünnep idején a főváros is díszes ruhába öltözik. Ékszereket viselnek a legforgalmasabb utak. A díszkivilágításban már november vége óta gyönyörködhetünk. Az évvégi ünnepi díszvilágítás az nagy feladat számunkra. Már 7 éve csináljuk folyamatosan. November elején kezdjük, és november végére általában el is készülünk a munkával. A fákra több mint 200 km füzért tekertünk, ebben több mint 2 millió fényforrás üzemel, és több mint 1000 darab oszlopra szerelt díszt helyezünk el. A műsor az Új Magyarország Fejlesztési Terv közreműködésével készült.